magasban összeütközött két vitorlázó repülőgép Vésztő közelében. Újra pályán a bajnok csapat, megkezdte 8 hetes felkészülését a BRS-e. Kosárlabda egy kicsit másképp, először rendeztek streetball fesztivált Mezőberényben. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Összeütközött két vitorlázó repülőgép vasárnap délután Vésztő közelében. Mindkét repülő és pilótája egy versenyen vett részt, és éppen Szeged felé tartottak, amikor megtörtént a baleset. Az egyik repülő az ütközés után le tudott szállni a Békéscsabai repülőtéren, a másik kis gép vezetője ejtőernyővel ugrott ki. A balesetben egyik pilóta sem sérült meg. A keresésben a szeghalmi hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vett részt. A kutatást nehezítette, hogy a lezuhant gép roncsait egy kukoricaföldön találták meg Vésztőtől nyugatra, a Mágortanya közelében. A baleset okát és körülményeit a szeghalmi rendőrkapitányság vizsgálja. A mentőszolgálat munkatársai látták meg a levegőből a pilótát, és a kollégáim, illetve a földi egységek úgy tudtak eljutni a férfihoz, hogy a repülőgépet, illetve a mentőhelikoptert követték. A férfi szerencsére nem sérült meg, ugyanis úgy ugrott ki a gépből, hogy ejtőernyő is volt rajta, és ilyen formában szerencsésen le tudott ereszkedni a földre. Ugyanakkor a gépet is keresnünk kellett, szintén a levegőből a mentőhelikopter személyzete vette észre, hogy hová zuhant a gép, és ezután kezdődött meg a helyszín vizsgálata. Szerdán indul a 2018-2019-es tanév tankönyveinek kiszállítása az iskolákba. A közel 12,5 milliós alaprendelés augusztus végéig érkezik meg az intézményekbe, jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, hogy idén az elsőtől a 9. évfolyamig minden összesen több mint 1 millió diák ingyenesen kapja meg a tankönyveket. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a kiadványokat a Magyar Posta közreműködésével szállítják ki Szerdán, amikor is 215 iskolához érkeznek meg a tankönyvek. A könyvtárellátó non-profit Kft. Augusztus 20-ától szeptember 15-ig fogadja a pótrendeléseket, a kiszállítás pedig szeptember utolsó hetétől kezdődik meg. Már nem a piaci profit maximalizási érdek és az egyre növekvő költségek jellemzik a tankönyveket, hanem az, hogy már 1 millió diák ingyenesen kapja meg a tankönyvcsomagát. Első osztálytól 9. osztályig mindenki ingyenesen kapja meg a tankönyvcsomagokat. Ráadásul ezek a legmodernebb pedagógiai módszerekkel fejlesztett, látványos, tényleg mindenki számára sokkal jobban élvezhető tankönyveket jelentenek. Műrepülőgépektől lesz hangos néhány napon keresztül Békéscsaba légtere. Augusztus 15-én kezdődik ugyanis a romániai Poliestiben a Nemzetközi Repülőszövetség műrepülő világbajnoksága, amelyen 5 brit pilóta is indul. A légiakrobaták a bajnokság előtti héten 2-től vasárnapig a békési megyeszékhelyen gyakorolnak majd 2 repülőgéppel, így bár magyar résztvevője nem lesz az eseménynek, egy kicsit belekóstolhatnak az itt élők is a világkupa látványosságaiba. A békéscsabai repülőtér ügyvezetője elmondta, jól működő kapcsolatuk a brit pilótákkal több évre nyúlik vissza. 2014-ben a Nyíregyházán megrendezett bajnokságra is itt edzettek a versenyzők. Tetszett nekik a repülőtér, tetszett nekik a város, a környezet. Jó időjárásunk volt, jó időt fogtunk ki, úgyhogy eredményes volt a felkészülésük minden szempontból, ezért az idén újra minket választottak. Pénteken könnyű zenei koncertekkel, míg szombaton szórakoztató programokkal várt az érdeklődőket a 24. Dinnye Fesztivál Medgyesegyházán. A tradicionálisnak számító esemény fő célja, hogy népszerűsítsék a helyi lédós zöld héjút, és az, hogy a kilátogatók egy jó hangulatú hétvégét töltsenek el a Dinnye fővárosában. A hagyományoknak megfelelően idén is többféle versenyszámban mérték összeképességeiket a Dinnye lovagi címért vetélkedők. A győzelemért a következőket kellett teljesítenie az indulóknak. Hátratett kézzel időre megenni egy szelet dinnyét, majd 10 darab dinnyét átpakolni az egyik rekeszből a másikba. Többen azért jelentkeztek a feladatok teljesítésére, hogy szembesüljenek valódi erejükkel.
Szerettem volna, hogy kipróbálni, hogy milyen erős vagyok, meg hogy mennyi idő alatt próbálom meg átpakolni az összes dinnyét, és hogy nehéz a dinnye, vagy könnyű, és megpróbálom. De nem csak erősnek és kitartónak kellett lenni, hanem kreatívnak is, mert a kultúrház előtt faragó versenyt is tartottak. És szívesen kibelezem nektek! Itt a résztvevők a gyümölcsből különböző állatokat vagy éppen tárgyakat készítettek. Hát mi állatkákat készítünk. Én egy kis malacot. Krisztián, te mit készítesz? Egy cápát. A település polgármestere elárulta, a fesztiválra nem csak helybéliek látogatnak ki, hanem az egész megyéből és az ország számos pontjáról érkeznek érdeklődők. Ezzel a fesztivállal a kezdetén 24 évvel ezelőtt az volt a célunk, hogy tisztelegjünk a gazdák, a termelők, a szorgalmas, tehetséges termelők előtt. Másrészt pedig egyfajta reklám, marketing lehetőséget is tudjunk teremteni, mert egy ilyen rendezvény, ennek a sajtó megjelenése, hírei tovább fokozzák az érdeklődést a jó minőségű, kiváló medgyesegyházi dinnye iránt. Az eseményen a termelők között is tartottak egy megmérettetést, a szervezők keresték a legnehezebb gyümölcsöt is. Szombaton délelőtt a legsúlyosabb dinnye 43 kilót nyomott. A Békés Csaba 1912 előre együttese egy pontot szerzett a labdarúgó MB2 második fordulójában, miután 2-2-es döntetlent játszott a Budaörs ellen Tatabányán. A vezetést a fehérmezes csabaiak szerezték meg. Szélpál Norbert a 32. percben egy szöglet után talált a kapuba. A Budaörs a 42. percben egyenlített, amikor Sajbán Máté közelről fejjel volt eredményes. A szünetre mégis a viharsarkiak mentek előnnyel. A félidő hosszabbításában Szatmári István lőtt a hosszú sarokba. Az 57. percben újra egalizált a Budaörs, Fodor Dániel fejelt a kapuba, és alakította ki a 2-2-es végeredményt. A Békés Csaba két forduló után 4-1-ség áll, és vasárnap az eddig egy pontot gyűjtő Ceglédet fogadja a Kórház utcában. Megkezdték két hónapos felkészülési időszakukat a Békés Csabai röplabdások hétfőn délelőtt. Az első 4 hétben leginkább a fizikai munkái lesz a főszerep, majd azt követően kerülnek előtérbe a felkészülési találkozók. Az új játékosok és a stábtagok bemutatkozása után a frissen érkezett erőnléti edző Károly Ferenc irányításával már munkába is állt a magyar bajnok. Az első edzésekhez Sofia Medics is csatlakozott. A 27 éves center 2012 tavaszán már játszott a csabai csapatban, most pedig motiváltan tért vissza a viharsarokba. Azért döntöttem úgy, hogy visszajövök, mert tudtam, hogy nagyon sokat fejlődött a klub ez alatt a néhány év alatt. Nagy kihívást jelent, hogy több sorozatban is részt veszünk, ezért döntöttem úgy, hogy visszajövök, amellett, hogy ismerem az edzőt is. Nagyon örülök annak, hogy a csabai csapat részese lehetek, fogalmazott a szerb játékos. Bodnár Dorottya nyáron a pihenés és a regenerálódás mellett kiemelt hangsúlyt fektetett a tavaly műtött térdének rehabilitációjára is. A center hangsúlyozta, nagyon várt már arra, hogy újra elkezdődjön a munka. Sok időt fektettem arra, hogy visszahozom a térdemet és edzésben maradjak, hogy ne úgy kezdjem a felkészülést, hogy nulláról. Úgyhogy természetesen töltöttem el pihenést, nyaralni voltam, kikapcsolódtam, ez jól esett, ez mindenkinek jól esik így szezon végén, de nagyon vártam már, hogy elkezdjük a felkészülést, és újra itt lehessek, úgyhogy most teljes erőbedobással indultam neki. Molcsányi Ritáék a felkészülés első szakasza után erős külföldi riválisok ellen edzőmérkőzéseken is tesztelhetik tudásukat. Kormos Mihály továbbá azt is elárulta, hogy jelenleg még nem teljes a csapat. Milinár, illetve az Ivanovics nincs itt ebben a pillanatban, ők a saját hazáiknak a válogatottjával készülnek az Európa-bajnoki selejtezőkre. Ez Magyarországon, ez most egy picit jól alakult, illetve nekünk ez most nagyon jól alakult, hiszen nagyon sok magyar játékosunk van, és a magyar válogatott automatikus résztvevője az Európa-bajnokságnak, így nem kell EB selejtezőt játszani, tehát itthon tudnak kezdeni a saját játékosaink. A vezetőedző hozzátette, a csapat két kulcsembere augusztus végén csatlakozik az együtteshez, illetve ezen a héten még egy új játékos érkezik Békés Csabára, akit hamarosan be is mutatnak a nagy közönségnek.
Pénteken délután játszották első edzőmérkőzésüket a csabai kézislányok. Az előre NKS-en magabiztos játékkal 32-23-ra verte meg a Kecskemét együttesét a városi sportcsarnokban. A Vihar-Sarki együttes átalakult kerettel közel egy hónapja kezdte el a munkát. A csabai lányok a nyári pihenőt követően főként erőnléti edzésekkel nyitották az alapozást. Valfis Mercedes elárulta, még időre van szükség, hogy összeszokjanak az új játékostársakkal. Nyilván nem a legjobb formánkat fogjuk még mutatni az első edzőmérkőzésen, még mi is azért szokjuk egymást az újakkal. Hát az edzőnk azt kéri tőlünk, hogy minél többet fussunk, és már most is nagy hangsúlyt fektessünk a védekezésre. Az együttes vezetőedzője elárulta, hogy a felkészülés negyedik hete a legkritikusabb. A játékosokon ekkor érződik leginkább a fáradtság. Horváth Roland hozzátette, lépésről lépésre kell haladniuk, de már most nagy hangsúlyt fektetnek a védekezésből indított lerohanásokra. Látni szeretném, az egyik az a védekezés. Tudom, hogy mivel már ismétlem önmagam, a negyedik hétben vagyunk, azt tudom nagyon jó, hogy sok lesz benne a hiba, mert ugye pontatlanok leszünk támadójátékban, pláne passzok, lövések ilyenek, de nem baj, ennek itt van az ideje, hogy ez ilyenkor történjen meg. A védekezést szeretném látni, ami működjön a kapus teljesítménye előtt, illetve abból való lerohanások, abból való gyorsabb játékot, ha képesek vagyunk rá. Az első tesztmeccsen az élvonaltól búcsúzó piros mezben pályára lépő Kecskemét csapata volt az ellenfél. A csabaiak a félidőben 5 góllal 14-9-re vezettek. A szünet után már 12 gól volt a hazai előny, a lilák végül 32-23-as győzelmet arattak. A legeredményesebb Valfis volt 11 találattal, míg Szögi Tíma 4 gólt szerzett. A szurkolók csütörtökön és pénteken újra hazai pályán láthatják az együttest a román Valcea és a szerb bajnok Jagodina ellen. Két pályán több mint 20 csapat, közel 150 játékos mérettette meg magát az első utcai kosárlabda fesztiválon Mezőberényben. A szombati programra országszerte több helyszínről érkeztek nevezők. Az időjárás sem könnyítette meg a csapatok dolgát, hiszen a játékosoknak nagy hőségben kellett bizonyítaniuk. A fesztiválra kilátogatók többsége Békés megyéből érkezett, de jöttek érdeklődők Egerből és Budapestről is. A magyar bajnok Szolnoki Olaj csapatának egyik játékosa is jelen volt az eseményen, aki elárulta, nagy a különbség az utcai játék és a teremkosárlabda között. Azért elég kemény a játék, meg azért betonon is megy. Itt, hogyha most nem lenne ilyen idő, akkor a széllel is kalkulálni kéne, hogy dobod a hármast, tehát azért fúj a szél. Sokkal nehezebb szerintem, meg ugye nem is öten játszanak, többet kell egy kicsit futni, meg ugye gyors 10 perc játék van, szerintem sokkal nehezebb. A Streetball Fesztivált hagyományteremtő szándékkal hívták életre, többek között a helyi klub közreműködésével. A rendezvény egyik szervezője elárulta, tavaly a Berényi Napokon már volt egy hasonló kezdeményezés a kosárlabda kedvelőinek, most pedig már önálló programmal készültek a sporták szerelmeseinek. Az utcai kosárlabdán alapszik a mi versenyünk is. Annyi különbség azonban van a többi hasonló rendezvényhez, hogy mi két pályára játszunk, két palánkra 4-4 ellen. Ezt igazából úgy tudnám mondani, hogy jobban hasonlít ez a termi rendes évközbeni kosárlabdázásra, ugye utcai keretek között, és ez a mi újdonságunk, illetve ezt az ötletet találtuk ki, ezt szeretnénk, hogy ezzel egy kicsit másabb lenni, kicsit több lenni. A 4-4 elleni mérkőzések mellett 3 pontos és büntetődobó versenyt is szerveztek. A gyerekek pedig mini kosárlabdapályán ismerkedhettek meg a sportággal. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!